Ilyen új, puha gumis ütéscsillapítók kerültek a bátaszéki városi óvoda egyik legnagyobb mászókája alá. A fejlesztés egy helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. Én is bátaszéki vagyok, családom is, barátaim is, és testvéreim és bátaszékiek. Én az, annak a híve vagyok, aki hol lakik, az támogassa. És hát a sikeres tavalyi évünkre való tekintettel volt egy kis fölösleges, idézőjelben mondva fölösleges anyagi forrásunk. Polgármester úr, megkérdeztem a polgármester úrt, hogy kit nézünk. Hát az OVI jött számon, és akkor tulajdonképpen nem is volt ez olyan nagy dolog. Hát akkor legyen az OVI-nak, és akkor mit csináljunk? Hát balesetmentesítést. Ugye a helyzetre való tekintettel sajnos nem nagyon, az örömünk az egy kicsit kisebb, mint egyébként lenne, viszont ez pont motivál szerintem mindenkit, hogy igenis az utókorra, nem csak az idősekre, de az utókorra is vigyázni kell. Hegedűs Istvánnak nem ez az első jótékony felajánlása bátaszéken, itt az óvodában is támogatott már korábbi fejlesztéseket. Szinte minden évben meglep minket valamilyen formában. Valamilyen formában kapunk tőle vagy játékeszközt egy-egy csoport, vagy amikor néhány éve a sószobát építettük, és azt kezdeményeztük, annak az elkészítését kezdeményeztük, akkor is egy nagy összeggel járult hozzá, illetve hát neki köszönhetjük, hogy sikerült befejezni és megépíteni a sószobánkat, és most pedig egy tényleg igen nagy összeggel ajándékozott meg minket, és neki köszönhetjük, hogy ez a játék így elkészülhetett. Bozsalik Róbert bátaszék polgármestere azt mondja, mindig örülnek annak, ha egy vállalkozó anyagilag segíti a város intézményeit, de az önkormányzat is minden évben fejleszti ezeket. Például az óvoda kiemelt helyen szerepel e tekintetben. Nagyon örülünk, hogy azért bátaszéken vannak olyan vállalkozások, és természetes személyek is, akik szívükön viselik például egy óvodának a sorsát. Mi mindent megpróbálunk annak érdekében megtenni, hogy a gyerekek tényleg jó körülmények között tudják eltölteni a napjaikat, vigyázunk az óvodára, de nem mindig tudunk minden fejlesztést azonnal megoldani. Nagyon örültünk annak a felajánlásnak, hogy például ennek a játéknak az ütéscsillapító szigetét meg tudtuk valósítani ebből az összegből, ebben az esztendőben. És hát ahogy beszéltük, mondtuk is, a magunk módján mi is próbáljuk az óvodát egy kicsit fejleszteni, szépíteni, javítani. Ebben az esztendőben arra volt lehetőségünk, hogy a városi óvodá területén azokat a kültéri teraszokat újítsuk föl, amelyek hát mindennapi használatban is itt vannak, hiszen a gyerekek játszótérnek is használják. A kültéri teraszok felújítására csak idén több millió forintot költött az önkormányzat. Ez mintegy 7,4 millió forintos keretből tudtuk megvalósítani, amelyre nem voltak egyelőre pályázati lehetőségek. Így egy saját forrás biztosítottunk hozzá, bízunk benne, hogy néhány évig, vagy talán évtizedig is az óvodát méltóképpen tudja majd szolgálni. A város költségvetésében minden évben külön összeg szolgálja az önkormányzati fenntartású intézmények felújítását. Valamennyi intézmény felújítása terítékre kerül a költségvetés összeállításakor. Tehát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az éppen felmerülő balesetveszélyeket azonnal el tudjuk hárítani, ezek a források mindig rendelkezésre állnak, és azokat a szépítéseket, komfortfokozatjavításokat is próbáljuk finanszírozni, ami ahhoz kell, hogy tényleg a gyerekek is jól érezzék magukat. A bátaszéki óvodában egyébként több mint 200 gyerek jár, ők néhány napon belül vehetik használatba a gumiszőnyeggel ellátott mászókájukat.